Nagykörösön a Pálfejé parkerdőben vagyunk, amelyet az Európai Unió támogatásával felújítottunk, hiszen Európában egy hungarikum területén vagyunk, amely a homoki tölgyeseket tartalmaz, amikor még annak idején a népvándorlások voltak, egész Európa így nézett ki, ez ma már kipusztult, csak itt Nagykörösön mintegy 400 hektár maradt meg, ebből 99 hektárt visszaállította az Európai Unió új telepítésekkel, az invazív fafajok kitakarításával. Én úgy gondolom, hogy erre a területre büszkék lehetünk, és itt van egy erdei iskola, amely a pályázatnak a része volt, az Európai Uniós pályázatnak, amelyben a gyerekeket, főleg a gyerekeket környezet nevelésre, környezet szeretetére tudjuk tanítani. Mi nagykörösiek nagyon büszkék vagyunk erre a területre. Nagykörösre járok, Fira Szabolcs barátom meghívására, a polgármester úr meghívására. Most egy majálison veszek részt, amit éppen most egy kicsit meghintett az eső, amit egyáltalán nem sajnálnak, az itt is jól esik. Egy gyönyörűen felújított parkban vagyunk, ahol igen sok emberrel, nem csak itteniekkel, hanem környékbéliekkel is találkozom. Persze itt is a mezőgazdaságról esik szó, de a hangulat nagyon jó. És ami a legjobb az egészben, hogy nagyon bizakodó. Itt kivétel nélkül mindenki azt mondta, én június 7-én, ha esik a fúj, akármi történik, én elmegyek szavazni. És kérdezem néha, és kire szavaz? Hát a változásra. Nekem is elég, mint mindenki másnak mondják. Jó érzéssel jártam itt, köszönöm.